A kormány folyamatosan bővíti a kormányablakokban elintézhető ügykörök számát annak érdekében, hogy minden állampolgár vagy gazdasági társaság a lakóhelyéhez, illetve székhelyéhez a lehető legközelebb intézhesse az állammal kapcsolatos ügyeit. Az intézhető ügyek száma 2016 őszétől 53, ez év januárjától pedig újabb 66 ügykörrel bővült, így már összesen 1540 ügykörben kereshetők fel a kormányablakok. Gödöllőn a Kotlán Sándor utca 1-3 szám alatt található integrált ügyfélszolgálati iroda, 16 okmányirodai és további 3 kormányablakos munkállomással várja ügyfeleit. 2012. december 31-én mi 3 okmányirodát vettünk át, Veresegyházán, Gödöllőn és Pécelen. Az ügyintézésnek a helye nem változott, viszont az ügyintézés szervezete igen, egységesítették az addigi eltérő állapotokat. Tehát akkor, amikor Veresegyházán volt mondjuk decemberben ügyfélfogadási szünet, vagy volt júliusban ügyfélfogadási szünet, azután, amióta 2013. január 1-je óta ez a 3 okmányirodánk egységes irányítás alatt működik, ugyanaz az ügyfélfogadási idő, ugyanazok az ügyfélfogadási elvek és ugyanazok az ügyfélfogadási rendszerek. A legfőbb ügyfélfogadási változás, ami kedvezően érintette az ügyfeleket, hogy az évben, hogyha van mondjuk 365 nap, akkor 247 munkanap van körülbelül. A 247 munkanap 247 ügyfélfogadási napot jelent, tehát leállás nélkül dolgozunk mind a 3 okmányirodánkban. A járási rendszer létrejötte, azért volt speciális Gödöllőn, mert 3 okmányirodánk volt, és abból lett egy járásközponti okmányiroda, a gödöllői, ami volt egy olyan időszak, amikor reggel 8-tól este 20 óráig volt ügyfélfogadási időnk, de ezt a rendszert 2014. december 1-én felváltotta a mostani rendszerben úgy működünk, hogy specializálták az időpontokat, mert rájöttek arra, hogy nem mindig célszerű 20 óráig nyitva tartani, és nem mindig célszerű 8 órakor kezdeni az ügyfélfogadást. Hétfőn speciálisan már reggel 7 órakor kinyitunk, és a reggel 7-től 8-ig is van igény az ügyfélfogadásra. Ez átlagosan 10 ügyfelet jelent, tehát 10 ügyfelet ki tudunk szolgálni reggel 7 és 8 között. Csináltunk egy olyan felmérést országos szinten, hogy melyek azok az időpontok, amikor a legtöbb ügyfél érkezik be, és melyek azok az időpontok, amikor pedig az ügyfeleknek csak csekély száma jelentkezik az ügyeit intézni. Ezért úgy változtattuk meg az ügyfélfogadási időt, hogy hétfőn reggel 7 órától tartunk nyitva 17 óráig, kedden 8-tól 18 óráig, szerdán 8-tól 20 óráig, csütörtökön 18 óráig és pénteken pedig 16 óráig tartunk nyitva. A Gödöllő Szabadságtéri Polgármesteri Hivatali Épületből tavaly előtt költöztünk el 2015. október és november folyamán, és új helyre pedig a kormányhivatalnak az épületében a Kotlán Sándor utca 3-ban és a Kotlán Sándor utca 1-ben találtunk. Azóta a 8 osztályunkból 5 itt működik, és a legnagyobb forgalmat bonyolító okmányirodai osztályunk életében tavaly egy újabb változás állt be, mert tavaly június 9-én átadták a gödöllői kormányablakot. A Gödöllői Járási Hivatal integrált ügyfélszolgálatán az okmányokhoz szükséges fotók elkészítését 2 munkállomáson végzik, továbbá az illetékek befizetésére is lehetőség van helyben, az erre a célra kialakított ablaknál. Továbbítás céljából 6, tájékoztatás céljából 47 új ügytípus került be a kormányablakokban intézhető ügykörök közé, annak érdekében, hogy az állampolgárok ezentúl helyben is intézhessék azokat az ügyeket, amelyekért korábban Vácra, Budapestre vagy Ceglédre kellett utazniuk.
Az okmányiroda átalakulása kormányablakká nem csak személyi változásokat hozott, hogy okmányirodai ügyintézők helyett kormányablak ügyintézők látják el a feladatot, hanem ügyfélkör bővülést is hozott. Az addigi klasszikus okmányirodai hatáskörök és feladatkörökön túl már ellátunk kormányablakban intézhető ügyeket is. Ez a tájékoztatás mellett jelent azonnali elbírálású ügyeket, és jelent olyan ügyeket is, amikben az ügyfeleknek nem kell befáradniuk Vácra, Budapestre, Ceglédre, hanem elég csak a gödöllői kormányablakot felkeresni, és a gödöllői kormányablakban be tudják nyújtani azokat a kérelmeket, amiket eddig hosszú utazással tudtak volna csak beadni a társhatóságoknál. A gödöllői kormányablakban a továbbítás céljára átvett leggyakrabban előforduló ügyek, a családtámogatási ügyek, a nyugdíj megállapítása iránti kérelmek és a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos vizsgálatok iránti kérelmek benyújtása. Ezekben az ügytípusokban átlagosan napi 5-6 beadvány érkezik. 2017. január 1-től az őstermelői kérelmekkel kapcsolatos ügyeket is nálunk lehet benyújtani. Egyrészt, másrészt pedig építéshatósági ügyekkel kapcsolatos kérelmekben is mi vagyunk az eljáró hatóság és a befogadó hatóság is. 2016-ban, negyed század után csökkentek az államigazgatási eljárási díjak, illetékek, illetve voltak olyanok is, amelyek megszűntek. Ezt követően 2017-ben újabb kedvezmények lépnek életbe. A 2016-os évben számos esetben törölték el, vagy csökkentették az illetékeket. Például az erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtása az ingyenessé vált, az évi 4 alkalommal. Ingyenessé vált az első jogosítvány megszerzése, ingyenessé vált a személyigazolvány kiadása, és amiben pedig jelentős volt az illetéknek a csökkenése, az az útlevél. Az útlevél a kiskorú gyermekek után 2017. január 1-től újra csökkent, tehát 17. január 1-től idéntől a 6 éven aluliakra és a 18 éven aluliakra is kedvezőbbek a szabályok, mint a tavalyi évben. A kormányablakok az igényekhez igazított nyitvatartási időn és a különböző időpontfoglalási lehetőségeken túl egyéb módon is igyekeznek komfortosabbá tenni az ügyintézést. 2016. június 9-ét követően egy olyan integrált ügyfélszolgálattal tudunk szolgálni, ahol egy ablakos ügyintézést tudunk biztosítani a megjelenő ügyfeleknek. Milyen komfort elemekkel tudjuk még segíteni az ügyfeleinknek az ügyintézési módját? Egy 120 férőhelyes parkolóval. Tömegközlekedést is igénybe lehet venni, akinek nem áll rendelkezésre gépjármű, az a 13-as busszal el tud jutni a járási hivatalhoz, külön megállója van a 13-as busznak, és a 13-as busznak a végállomása pedig az gödöllői autóbuszpályaudvaron található. Rendelkezésre áll még babamama szoba a kismamáknak, egy pelenkázó helyiségünk is van, mozgássérültek számára és a kismamák részére kialakítottunk akadálymentes bejáratokat. Az ügyfelek átlagos várakozási ideje pedig 30 perc alatt van, amit remélhetőleg a jövőben is tartani tudunk. Az ügyfelek internetes felületen, a kormányhivatal honlapján és a 18-18-as 24 órában hívható telefonszámon tudnak időpontot foglalni bármely okmányirodába, illetve kormányablakhoz.